szépen lassan is stresszelgetek a kis ügyeimen, amiket intéznem kell. Szépen csöndesen szorongsz befele. Így van, a Krúbi, így már nem hív senki. Az úgy el lett rontva. Akár vissza is üthet. Olyan helyzetben vagyunk most itt 2021-ben. Hú, hát igen, nyilván, mert lehet, hogy most ezt kimondtad most a te műsorodra, és ez visszaüt, úgyhogy vigyázz. Az én műsoromnak már visszaütött. Annak már mindegy. Már mindegy. Mennyire tudtatok egymásnak támaszkodni, amikor a nagyobbik nővéred elment? Sziasztok, üdv mindenkinek! Mai vendégemmel pont egy évvel ezelőtt egyszer már majdnem beszélgettünk, akkor azonban a forgatást egy komolyabb betegség keresztül húzta. Most viszont itt van, és jól van, sőt, elvileg jobban, mint valaha. A kétszeres fonogramdíjas zenész rapperért, Horváth Krisztiánért, azaz Krúbiért jöttem kiadójához, a Universalhoz. A művész úr itt van? Sziasztok. Nem, megvárjuk, jó? Megbeszélés van, mert akkor nem akarok. Jó, csak rárogantatok. Jó, sziasztok. Gyere, Sanyi, ja, itt van. Peremenszki Kriszta. Détok Kriszta vagyok. Hello. Szia. Ciao. Détok Kriszta. Krisztián, Horváth Krisztián. Itt vagyunk, érted? Mehetünk? Mehetünk, persze. Jól van, második otthonod. Ki vagy rakva a büszkeség falra? Hát nem, ezt most szóvá is tettem, hogy Katy Perry mellett szeretnék lenni. Le kell venni ezt a Lana Del Rey nevű, nem tudom kicsodát. Így van, egy komoly művészt is fel kéne már rakni ide, úgyhogy igen. Ugye? Hazaviszünk, gyerek. Szóval nem zártam be jól. Szerintem tök jól, tök ügyesen beszálltál. Első feladat teljesítve. Köszönöm, nagyon igyekeztem. Várják. Csak véletlen van beállítva a Petőfi Rádió, ahol téged pont nem játszanak. De nem nagyon játszanak téged sehol, nem? Nem tudom, nem hiszem. Olyan nagy effortot nem is tettünk bele, hogy bárhol játszanak, hogy mindegy igazából. Úgy vagyok, hogy az ilyen közönségem nem nagyon hallgat. Tehát a közönségem Spotify-on, meg Apple Music-on hallgat zenét. Hát gondolom, pont úgy, mint te, nem? Igen. Hány éves vagy most? 26? 26. Jó. Azért most már te is közeledsz a 30-hoz. Fú, hát ne ijesztögess. Na, de hogy foglalkozol amúgy a koroddal, meg úgy egyáltalán azzal, hogy meddig lehet ezt még hitelesen csinálni? Hány éves koráig lehet ilyen rapper az ember? Abszolút. Azért azt gondolom, hogy már... Ez olyan meleged van. Jó. Ilyen rövid idő alatt is elég sokat változott, amit csinálok. Tehát ugye két nagy lemezt adtam ki eddig, és az a kettő között elég nagy különbség van. És pont ezért, mert így szeretnék hiteles maradni, meg úgy alkotni, hogy őszintén, meg önazonosan. És ilyen téren nem izulok, hogy nyilván amikor 30 leszek, akkor olyan zenét fogok írni, ami akkor úgy érzem, hogy úgy őszintén jön belőle, amikor meg 40 leszek, akkor meg úgy. De inkább maga a koncertezés, ezek a dolgok, ezeket el tudom képzelni, hogy egy idő után azt gondolom, hogy mondjuk ezt nem biztos, hogy 60 évesen még csinálni kell, vagy csinálni szeretném, vagy legalábbis ebben a formában. Illetve úgy amúgy is azt gondolom, hogy a hip-hop egy elég kompetitív műfaj, és én szeretnék úgy mindig kiemelkedő lenni, jó lenni, és el tudom képzelni azt is, hogy egy idő után azt fogom érezni, hogy nem tudom tartani a fiatalokkal a lépést, és hogy akkor inkább nem csinálom. Aha, tehát a versenyszellem azért hajt. Tehát abszolút. Van benned versenyszellem. Abszolút. És alapvetően egy ilyen, elnézve az interjúidat, egy tök nyugodt figurának tűnsz. Igen, nem vagyok egy ilyen... Nem vagy egy ilyen zsizsgő valaki. Tudok stresszelni, azért szoktam nagyon így emészteni magam dolgokon, de nem úgy, hogy így, inkább csak tudod, így csendben felemésztem magam. Ajaj. De egyébként egy elég nyugodt ember vagyok, nem vagyok hirtelen haragú, nem vagyok ilyen kitörő érzelmeim, ritkán vannak úgy egy ilyen stressz helyzetben, vagy ilyesmi. Aha. Inkább csak úgy szépen lassan is stresszelgetek a kis ügyeimen, amiket intéznem kell. Szépen csöndesen szorongsz befele. Így van. Az nem olyan nagyon egészséges. Hát dolgozom rajta, meg nyilván inkább csak arról van szó, hogy
tehát hogy nem olyan formában jön ki nálam a stressz, hogy akkor elkezdek ordibálni valakivel, hanem inkább így az ilyen természetes stresszkezelési módszerem, hogy így befele fordulok inkább, és nekem inkább azt kell tanulni, hogy ezeket kiadjam, meg megéljem, és nem azt, hogy visszafogjam. Hát persze, mert ez rombol és mérgez. És amikor írsz dalt, szöveget, bármit, tehát amikor alkotsz, akkor milyen állapot, milyen külső állapot vagy körülmény kell hozzá, és közben milyen belső állapotban vagy? Hát nálam az az érdekes, hogy az alkotási folyamatnak mondjuk az 5%-a az, hogy így ténylegesen ülök a gépnél, vagy állok a mikrofon előtt és alkotok, és 95% csak az, hogy így élem az életem, és így megállás nélkül ezeken a dolgokon agyalok. Aha. Az ember, ahogy így megírja a saját dalait, rákényszerül arra, hogy végig gondolja a saját dolgait, ami azért azt gondolom, hogy hasznos ilyen téren is, hogy például az ilyen dolgokat, ha mondjuk szorong az ember, vagy valami nyomja a lelkét, akkor ezek egyrészt kicsit fel tudnak szabadulni ezen keresztül, másrészt meg jobban meg is értem önmagam ilyenkor. Aha, azért érdekes ez, mert akkor gyakorlatilag végig lehet követni azt, hogy a te lelked nagyjából hol tart. Azokon a szövegeken meg dalokon keresztül, amik itt az elmúlt hát 4 évben, 3,5-4 évben már a nyilvánosság számára is elérhetők, mert azért neked az egész zene, hát ez kiskoró, egészen kicsi korodtól kezdve. Ez nekünk igen. Tűnik úgy, hogy te hirtelen berobbantál. De feltételezem benned, ez nem olyan hirtelenséggel hát a berobbanás része nyilván számomra is hirtelenséggel zajlott, de maga ez a folyamat, hogy csak így mindig is zenét írtam, ez tényleg amióta az eszemet tudom. Tehát, hogy az első albumomat azt így 8 évesen írtam, amit tehát nem volt eszközöm arra, hogy megörökítsem, hanem csak így a fejemben. Tehát leírtam a szövegeket, ott voltak a dallamok a fejemben. Tehát már ott is valahogy ez az alkotási folyamat alakult ki nálam, hogy igazából így fejben íródik a dolgok nagy része, és utána megtalálom a módját, hogy az így megvalósuljon, vagyis egy idő után elkezdtem megtalálni a módját, amikor így már volt így számítógépen meg ilyen dolgok. De hogy nemrég ki is tette, nem is tudom, nem, pár hónapja volt ez már talán, hogy kitetted a számlistát is, az még a kis kézzel elkombálkomozott számlistád, vagy dallistádat is arról a bizonyos első albumra, és azon nevettem, hogy igazából ez egy tök jó, a címek alapján egy tök jó felépített koncepció alapján íródott valami lehetett a te fejedben, de hogy akkor ez egy komolyabb tudatossággal összerakott anyag volt, már akkor is, nem? Fogjuk rá, igen, hát nyilván borzasztóak voltak mind a szövegek, mind a dalok. Jó, hát hogy most a minőség az mindegy. De igen, tehát hogy abszolút az... mindig is így albumokban gondolkoztam, tehát azok az előadók, akiket hallgattam, azok is sokszor ilyen konceptalbumokat csináltak, és így abszolút azon volt számomra is a hangsúly, hogy mindig, hogy ilyen projektekben gondolkoztam, nem csak így dalokat írtam, hanem mindig így volt valami koncepció a fejemben, és el tudom képzelni, bár nem emlékszem már, hogy alkottam azt az albumot, vagy hogy írtam, de el tudom képzelni, már ott is az volt a fejemben, hogy jó, hát a kedvenc előadóimnál is akkor úgy van, hogy így fel van építve, akkor én is valamit fel szeretnék építeni, csak én a Plüss-tigrisemről írtam meg ilyen. Én úgy tudom, hogy a Krubi, mint becenév, az neked az életed része volt már az alkotás előtt is. Igen, tehát egész kicsi koromtól így hívtak. Tehát, hogy haverok így hívnak. Igen, igen, igen. Na, és de mit jelent ez meg? Ez honnan jött? Ez az a baj, nincs semmi menő vicces sztori, mert ez egyik... Nem menő is jó, csak úgy... Egyik haverom csak úgy kitalálta, hogy Krubi. A Krisztián volt? Szerintem valószínűleg valahogy onnan, és akkor elkezdett így hívni, és valahogy úgy tetszett az embereknek, és akkor ez úgy rám ragadt. Voltam, aztán tudod, hogy Krubert, Krubesz... Hát tudom, ez ilyenkor, igen. Virágzik, burjánzik. Igen. De az, hogy ebből a Krubiból egy projekt lett, a hobbiból egy munka lett, az mennyire nehezíti meg mondjuk azt, hogy te természetes módon tudjál még viszonyulni ehhez a névhez, meg ehhez az egész életérzéshez, hogy a régi barátos becenev névből lett egy ilyen brand, egy márka gyakorlatilag. Hát nem is hív már itt senki. Tényleg? Tehát letették? Ez úgy, ahogy van. De hát néha még az ilyen vicces becézései, hogy ilyen Krubesz, meg ilyesmiket így néha mondanak, de a Krubi így már nem hív senki. Az úgy el lett rontva. De ez nem baj, vagy úgy, ez amúgy is jellemző szerintem az ilyen gyerekkori barátaimmal, hogy ott mindenkinek volt valami hülye beceneve, vagy a vezetéknevünkön hívtuk egymást, vagy valami teljesen hülyeség, mint a Krubi, és ahogy így növünk fel, már csak úgy a keresztnevünkön kezdjük el szólítani egymást úgy rendesen. Az ember kezd felnőni.
meg Krisztián lenni. És Krisztián lenni. Amúgy érdekes, hogy mondod a második nagy lemezt, az Ösztöndény, hogy az tényleg, az olyan, minthogyha tényleg beljebb mennénk a fejedbe. Tehát, hogy ott... Tudom, hogy az is egy koncepció alapján készült, annak is van egy íve, egy ilyen, egy éjszaka, mondjuk így, és hogy eljutsz A-ból B-be, C-be, stb. Tehát van neki egy menete, és ezt érzi is az ember, hogyha végighallgatja, de hogy ott tényleg olyannyira meglepted a, mondjuk a saját közönségedet is, hogy volt olyan zenekritikus, aki kétszer futott neki, ha jól olvastam, hogy először azt mondta, hogy ezt leteszi, mert ez nem az a Krúbi, aki nem tudom, a Pestiest, meg a... aki Feriről és Orbánról énekelt a mosdóban, és a többi, szóval és a többi, a Gyeppelt, inkább így mondom. Na szóval, hogy ez egy ilyen belső utazás, és hogy mennyire volt neked nehéz így ez az egész, hogy megnyírs olyan kapukat, amiket eddig mondjuk nem annyira, sem szövegben, sem érzésben. Nehéznek semmiképpen nem mondanám, vagy úgy... Lehet, nem az a jó szó, igen. De hát... Mindenképpen bennem volt az, hogy sejtettem, hogy ez így meglepő lesz, uh-huh. még a saját közönségemnek is, de hogy úgy egyszerűen nem, semmi motivációm nem volt arra, hogy írjak egy ugyanolyan albumot, mint az első, vagy hogy, tehát egyszerűen nem is annyira, úgy érzem, hogy nem is annyira eldöntöm, hogy milyen zenét csinálok, hanem ez csak így úgy egy idő után úgy kialakul. Uh-huh. És hogy ez is csak úgy, egyszerűen teljesen egyértelmű volt egy idő után, hogy ez egy ilyen album lesz. És én meg úgy nem szabtam ennek gátat. Tehát én igazából csak úgy nem fogom vissza. Úgy nyilván óriási zene rajongó is vagyok, folyamatosan hallgatok mindenféle új zenéket, és ezek inspirálnak, és mondom, egyszerűen csak folyamatosan így működik az agyam, hogy megállás nélkül minden, ami ér, ilyen kulturális hatások, magánéleti dolgok, az úgy konvertálódik zenévé, és egy idő után inkább csak azon kapom magam, hogy aha, ez egy ilyen projekt lesz, ez az új. És nem, nincs ilyen szinten tudatosság ebben, hogy fú, hát akkor most erre hogy fognak reagálni, ez mit fognak mondani a zenekritikusok, mit fognak mondani a saját rajongóim. Én úgy vagyok vele, hogy én is, mint rajongó, a kedvenc előadóimtól azt várom el, hogy azt csinálják, amit ők szeretnének. És ha nekem nem is tetszik, akkor is elfogadom, hogy jó, nem baj, ez még mindig jobb, mint hogyha megpróbálna nekem megfelelni, és az nem sikerül neki. Notóriusan szabadon alkotsz, tehát hogy ha már a kiadótból mentünk, azért az minden, ez egy nagy kiadó, tehát hogy itt azért felmerül az egy teljesen releváns kérdés, hogy vannak itt nagyon kemény szövegeid, nem véletlenül azért ugye állandóan felmerül, és most magyarázkodnod is kell, hogy mennyire vagy te a való életben Krisztiánként szexista, rasszista, ilyenista, olyanista. Szóval, hogy téged itt szabadon engednek. Teljesen. Most még. Meg nyilván ez szerződés függvénye is, tehát hogy nem volt valamennyi affinitásom talán ez az egész, hiszen azért közgáz tanultam, meg úgy nem, nyilván semmit nem tudtam egy kiadó, előadó szerződésről azelőtt, hogy néz ki, de hogy nem arról van szó, hogy így ne lettem volna képes arra, hogy egy olyan szerződés kialakuljak magamnak, ami biztosítja számomra a művészi szabadságot. És így, ilyen téren nekem egy nagy kiadó sokkal inkább biztosítja a művészi szabadságomat, mert az elején, amikor még nem tudtam volna magamnak finanszírozni klippeket, stb., akkor ez a lehetőség megvolt, hogy az ötleteimet meg tudjam valósítani, viszont korlátozni nem is lenne úgy igazán lehetőségük, és nem is akarnak, mert eddig nem volt rá ok. Nem véletlenül merült föl bennem ez, ugye, hogy gyakorlatilag itt azért tényleg viszonylag gyorsan eljutottál már egy Budapest park is, mint a 8-10 ezer ember, ha tele van a körül. Azt hiszem, igen. Na, szóval, hogy azért az egy ilyen nyomaték, és hogy ezt a szabad, hogy vajon mennyire, meddig lehet ezt a tényleg felhőtlen szabadságot csinálni a művészi kifejezésben, mert hogy itt egyre nagyobb a felelősség azzal, hogy azért csak szélesedik az a közönség. Tehát, hogy itt azért csak bekapcsolódnak a különböző korosztályok előbb-utóbb. És hogy nem szoktál ezen gondolkozni, hogy meddig tudsz te szabad ember maradni alkotóként vajon? Hát biztos, hogy tudok, ameddig szeretnék, legfeljebb az történhet, hogy elkezd kisebb lenni a közönségem. Ugye ezen az áron mindenképpen maradhat az ember szabad. És, hát jó, csak van egy természetes fejlődése a sikernek, meg hogyha az ember befut. Tehát, hogy az mennyire van a te kezedben? Én
én úgy elfogadnám, tehát hogy nekem tényleg a prioritásaim úgy néznek ki, hogy az, hogy így tudjak ilyen formában így alkotni, az van legfölül. És az, hogy ennek függvényében hogy alakul a közönségem mérete, nyilván örülök, ha sokan hallgatnak, mert egyrészt tök jó érzés nyilván, hogyha sok embernek átjön, amit csinálok, másrészt nyilván anyagilag is tök jó, tehát hogy ezek mind szuper dolgok, de hogy ezt a művészi szabadságot, amit tényleg azelőtt, hogy egyáltalán karrieren gondolkoztam volna, mert egészen gyerek voltam, és ez volt az a dolog, ami úgy éltet, ezért kelek föl minden reggel, mert ezek a projektek, amiken dolgozom, ez az, ami úgy a kedvenc dolgom az életben, és imádom csinálni, ezt nem fogom semmiért beáldozni, úgy érzem. És hogyha csak most jelenleg töredékére is lemorzsolódhatna a közönségem, és ez még mindig lehetne egy karrier. Így ezen nem izgulok most. Lehet, hogy előbb-utóbb annyira lemorzsolódik, hogy már akkor egyszer csak el kell kezdenem még mást is dolgozni, de hogy... Hát, hogy azt mondja a kiadó, hogy figyelj, azért Rubi, ez vagy Krisztián, ez azért, ez nem így ki, tehát ez léci gondold át. Hát legfeljebb ennyit mondtad, hogy léci gondold át, én meg majd azt mondom, hogy sorry. Aha, okay. Úgyhogy ez van. De... mondom, meg nem is arról van szó, mert nem is akarok senkit ekéz, mert ugye sok előadó van, aki azért alkotáskor figyelembe veszi azt, hogy ebből megélhetés legyen, meg nyilván egy bizonyos pont után nem csak magadat tartod el ezzel, hanem egy stáb van körülötted. Persze, igen. És ez ilyen téren lehet érezni felelősséget, és ez teljesen rendben van. Csak hogy meg sok ember nyilván abban a helyzetben van, hogy vagy ezt csinálja, vagy valami nagyon rossz munkát. Uh-huh. De hogy nekem valahogy nem ez a B opcióm. Tehát neked van egy közgazdász diplomád. Így van, és emellett német állampolgár is vagyok, mert félig német vagyok. Tehát, hogy német, igen. Igen, tehát hogy gyakorlatilag nem mint bevándorló, hanem mint német állampolgár kereshetnék marketing, vagy hát reklám szakemberként, mert reklámügynökségben dolgoztam ezelőtt, Németországban állást, és hogy valószínűleg ugyanúgy jól keresnék, királyállásom lenne, egy faszairodában dolgoznék, és így nem az van, hogy vagy ez, vagy megyek vissza a dohányboltba, mert nincs nyilván semmi baj, csak lehet nem egy olyan élvezetes munka. Azért ez azért fontos, hogy ezt mondod, mert ez például a politikailag érzékeny, meg közéleti szövegeid, meg szövegelésedben azért ad egy biztonságérzetet, hogy gyerekek, én belőlem ez jön ki, nekem ez a véleményem, stb. Hát azért itt vannak elég kemény, vicces, kötőjel kemény, ilyen megmondós szövegek. Van orbánozás, gyurcsányozás, nem tudom, smukkandorozás, bár ő nem egy tényező politikailag, aranyszíve. Ne bántsd meg is. Nem, szerint. Mondom, aranyszívem, ezért tettem hozzá. De most viccen kívül, Orbán Viktor viszont hatalmon van, és pont az ösztönlényen az egyik kedvenc dalom a Dinamit, ami egy gyakorlatilag egy szuper szerelmes nóta, és közben egy ilyen rendszerváltás utáni történelem lecke a legfiatalabb rajongóidnak. Igen. A különböző miniszterelnökökhöz szóló szövegekkel. Na most, de közben meg azt kimondani, hogy tényleg olyan a magyar társadalom, mint hogyha párkapcsolatban lenne a mindenkori vezetőjével. Tehát, hogy van egy ilyen érzelmi viszonyulásunk, egyfajta fanatizmusunk, egyfajta ilyen erős vezetőre vágyunk mi magyarok, tehát ezeket itt te kimondod ezzel. És ez nem biztos, hogy szeretik hallani, mondjuk például a döntéshozó politikusok. Na, szóval, hogy érted? Tehát, hogy ez így akár vissza is üthet. Olyan helyzetben vagyunk most itt 2021-ben. Igen, nyilván, mert lehet, hogy most ezt kimondtad most a te műsorodra is, ez visszaüt, úgyhogy vigyázz. Az én műsoromnak már visszaütött. Annak már mindegy? Annak már mindegy. Na hát persze, tehát úgy létezik. Nagyon régóta hívjuk Kovács Ákos, de nem jön. Nem jön? Nem. Ákos, gyere, szeretnék veled beszélgetni. Na jó. Én is hívnám a dalomba, de... Tényleg? Egy kollab? Hú, egyébként nem biztos, hogy bevállalnám. Nemrég hallottam valami új számát, és nagyon rossz volt. Úgyhogy, na mindegy. Mármint, hogy nagyon jó volt, bocsánat. Krisztián. Rosszat akarsz nekem. Nem. Na, szóval nyilván ez így... Tök jó, hogy tudunk viccelni, de... De, nyilván visszaüthet, meg elképzelhetőnek tartom, hogy... Tehát ha ez a tendencia folytatódik olyan téren, hogy az állam egyre inkább saját irányítása alá von mindent, meg hallgatózik, mondjuk így, akár. Igen, ki tudja most éppen. Hát most három kamera vesz minket, tehát ez... Ennek mondjuk mindegy. Ezt simán felhasználom ellened. Na, szóval, hogy... Hát, szóval ez így benne van. Én így azért abban bízom, hogy így... Tehát, hogy legrosszabb esetben a karrierem lesz ellehetetlenítve ezen a fronton, de
egyelőre ennek sincs semmi nyoma. Tehát, hogy még azt sincs, hogy nem tudom, egyelőre semmi. Tehát, hogy egyelőre ezen nem nagyon kell gondolkoznom ugye minden napokban. Az most jut eszembe, hogy az első fellépésed, ez felcsúton volt. Így van. A Városháza előtt. Így van. Az Orbán kiveri Ferinek, ugye? Vagy Feri veri ki? Orbán vert ki a Ferinek. Vert ki a Ferinek, jó, mert nem tudtam, hogy kiveri ki. Orbán elégíti ki a Igen. Na, szóval, hogy olyan szép szimbolikája van ennek. Igen, ez így utólag... Hogy ott hangzott ez először a nyilvánosság előtt. Igen, ez egy érdekes... Ráadásul azzal kezdtem, azt hiszem, az volt az első dal. Tessék, így kezdődött élő fellépés karrier. Így van, úgyhogy az hát igen, az szépen alakult, így azt mondom, ennek így kellett lennie. Az viszont azért felmerül, és ezt most anyukaként is mondom, hogy így, tehát hogy az iróniát, a karikatúrát, a sarkítás, a többi, a paródiát, érti az, aki érti. Nem biztos, hogy a gyerekek értik. És azért tök fiatalok is hallgatják. Az akkor is, hogyha mondjuk én nem adom a kezébe a 8 évesnek, nyilván, bár az enyém már 16, úgyhogy... De hogy érted, tehát, hogy itt azért nagyon kemény káromkodások, meg mindenfélék vannak, és hogy itt viszont felmerül e benned a felelősség kérdése. Vagy azt mondod, hogy hát gyerekek, szülők, ez a ti dolgotok. Én csak mondom magamit. Inkább az utóbbi. Azért azt gondolom, hogy hát az szerintem mindenféleképpen egy probléma, de ez rajtam bőven túlmutat, hogy nehéz, tehát hogy az internet korában azt gondolom, hogy ezzel nyilván te többet tudsz, hogy szülőnek lenni valószínűleg nem könnyű, hogy így hogyan korlátozott, hogy milyen tartalmakat fogyaszt a gyereked. Igen. És, korlátozottak a lehetőségeid szülőként. Igen. Hiába vagy tudatos. Igen, és ez nyilván, ebbe azt gondolom, hogy nyilván, amit én csinálok, az is beletartozik, meg még millió másik dolog, hogy ez nem gyerekeknek való sokszor, és hogy én sem örülök neki, ha 11 évesek hallgatják a nehéz lábérzést, mert azt gondolom, hogy nem nekik való, de hogy én se tudok mit tenni ellene, tehát hogy ahol mindenhol korhatáros a dolog, ahol korhatárosnak kell lennie, de érted, én is bementem a koncertekre 15 évesen egy idősebb haverom személyével, tehát hogy ez nem lehet. Gyerekek, ezt ne csináljátok. Ezt ne csináljátok nyilván. De hogy tehát tudod, azt rossz, gondolom, a drog rossz, értem? Az tényleg nagyon rossz. Nem tapasztalatból, hanem látom másokon. És azt gondolom, hogy de teljesen egyértelműen nem az a megoldás erre a problémára, hogy azt mondjuk a művészeknek, rendezőknek, zenészeknek, hogy figyelj, mostantól mindenki csak olyan zenét írhat, ami ha véletlen belekerül a kezébe egy 12 évesnek, akkor nem lesz semmi baj. Érted, hogy most... Egy Tarantino, most nem Tarantinohoz akarom hasonlítani magam, csak egy jó példát mondok rá, hogy most egy Tarantinónak is most akkor nem tudja kontrollálni, hogy letorrentezi-e egy gyerek a filmjét, de hogy attól most nyilván nem lehet azt mondani a Tarantinónak, hogy figyelj, ez az összes filmedet ki kéne törölni, nem így kellett volna őket megcsinálnod, mert mi van, ha megnézi egy gyerek? Hát nem gyerekeknek készült. Jó, persze, én ezt abszolút értem, csak úgy merül ez ugye föl, hogy onnantól kezdve, hogy nő a penetrációja a zenédnek, meg az, hogy több helyen elér, minden, tehát tudja, hogy forog a neved, hogy egyre többen, egyre fiatalabbak, stb., hogy azért hogy egyáltalán megfordul-e a fejedben az, hogy egyszer mondjuk neked is lesz gyereket, most 27 éves vagy, nem tudom, tervezel-e ilyet, de hogy ha igen, akkor hogy majd egyszer lehet, hogy ő fölmegy és megtalálja apának a korai művészetét. Az egy érdekes kérdés lesz majd, amikor gyerekem lesz, ha lesz, és remélem, hogy lesz, hogy igen, ezt hogyan és mikor fogom ezt így vagy mikor fogja, úgyis megtalálja valószínűleg, hogyha persze, hát ez egyszer meg valószínűleg kénytelen leszek az elejétől kommunikálni, de hát nem tudom, megfordul a fejemben nyilván, meg nem is az önmagam kontextusában, hanem úgy általában megfordul a fejemben, hogy mondjuk nem tudom, így tökre örülnék, ha majd a gyerekem nem kezdene el 10 évesen pornót nézni, de hogy mondjuk ezt hogy érem el, hogy lehet ezt korlátozni, stb. Igen, annak mindannyian örülnénk szerintem szülőként. Igen. De most volt pont, nem most, hanem pár éve egy felmérés, amely szerint a 11 éves lányok, Európában 11 éves lányok leggyakoribb keresőszava az interneten a pornó. Na, ez például elég rémisztően hangzik. Nagyon. A fiúknak és sem is ott van a top valahányban, csak most pont a lányok jutottak eszembe. De szóval, hogy ez rémisztő, meg rémisztő dolog belegondolni, az ember szülő lesz ebben a
évszázadban, nem? Tehát, hogy nem tudom, hogy te korosztályban ez tök érdekesen merül fel, csak kijöttünk a dugóból közben, fogalmam sincs, merre megyünk, de majd mindjárt lesz valami. Ugye ez két irányú, igen. Szóval, hogy a te korosztályodban tök érdekesen merül fel, mert vannak egy csomóan, akik tudatosan nem akarnak gyereket vállalni, de akkor ezek szerint te nem közöttük vagy. Én szeretnék gyereket mindenképpen. Hát látom a... Tehát, hogy igen, van ilyen klímaszorongás, azt hiszem a generációmban elég igen. erősen. Benned meg... van? Van, de elég jó vagyok abban, hogy elnyomjak magamban dolgokat. Úgyhogy... Igen, ezt már az elején mondtad. Úgyhogy tudok erre. Ügyesen belül tartod. Igen, igen, aztán majd valamikor kitör valami színpadon ordibálás formájában, de hát van ilyen jellegű szorongás bennem, meg De nem olyan erősen, hogy azt mondjam, hogy mondjuk nem vállalnék gyereket. Azt gondolom, hogy azért az úgy egy, az nekem úgy egy fontos dolog, vagy szeretnék családot, és aztán majd valahogy megoldjuk a többit. És neked milyen volt a gyerekkorod? Ugye van kötője, volt két nővére, de nagyobbikat sajnos elvesztettétek. 18-9 lehettél akkor? 19 voltam, igen. Szóval, hogy a gyerekkorod nagy részében hárman voltatok akkor. Így van, igen. Milyen dinamikák voltak, milyen volt otthon, ki volt? Ugye azt mondtad, hogy anyukád német, apukád magyar. Így van, igen. Apukád idehozta német anyukát. Így van, így történt. Hát nagyon, nagyon jó gyerekkorom volt. Én nagyon, nekem, tehát hogy abszolút ilyen pozitív érzések kötnek a gyerekkoromhoz, mert tudom, hogy sok embernek inkább... Hogy vannak... Hogy igen, meg hogy inkább a traumáik, meg szorongásaik, meg nehézségeiknek az ilyen eredete a gyerekkoruk, vagy úgy tekintenek rá. Nekem meg inkább abszolút pozitív élmények vannak, úgyhogy abszolút nem panaszkodhatok a gyerekkoromra. Hát semmi, ott laktunk Pomázon, és tök jó volt. De milyen kisfiú voltál mondjuk? Oké, hogy a kezedbe adták a csellót, ugye csellóztál? Igen, meg hogy kellett járni, hogy hívják rá, zeneiskolába? Szolfés, cselló, meg fociztam, tehát nekem ez volt a... Aha. Hát én szerintem egy ilyen eléggé aktív gyerek voltam, ilyen nagyon pörögtem, olyan sok mindent csináltam, és szerintem ilyen eléggé, így szerettem produkálni magam, azt gondolom, hogy nem lennék magamnak szimpatikus. Nem? Nem, szerintem úgy szerettem a középpontba lenni, azt hiszem. Igen? Ami valószínűleg valamennyire megmaradt. De most, nagyon úgy tűnik. De most már inkább, hogy mondjam, most már inkább úgy a zenei karrieremben jön ez elő, a magánéletben meg már jobban élvezem, ha kicsit így hátrébb tudok vonulni. De régen szerintem ezt, amikor nem tudtam ezt az igényemet egy karrier formájában kielégíteni, akkor úgy szerettem így... Mórikálni magad. Igen, szerintem egy ilyen igazi, ilyen kis hülye gyerek voltam, tudod, aki nyomta a baromságokat, így menő akart lenni, benne volt a hülyeségekben a haverjaival, így azt hitte, hogy menő dolog szemtelenkedni a tanárokkal, és akkor... De emellett meg... tehát ugye azt hiszem, hogy szerencsés voltam olyan tekintetben, hogy egy jó iskolákba bekerültem, tehát ugye ilyen relatív jó képesség volt, ami az oktatásban tesztelt képességeket illeti. Hát van, igen, azért csak bekerültél a Corvinusra. Tehát lett egy tisztességes szakmár is, fiam. Így van, így van. Ez elvárás volt egyébként a mérnök szülőktől? Hát... Hogy legyen egy rendes diploma? Nem is tudom, mennyire volt elvárás, úgy soha nem fordult meg az én fejembe se, hogy ne legyen. A nővéreiddel milyen volt a dinamika? Tehát, hogy így babusgattak, vagy inkább... érted, hogy így mi hogy kell ezt elképzelni? Mert nekem is van egy öcsém, akivel mi köztünk van majdnem 7 év. Uh-huh. És az elején azért volt, tehát az elején volt babusgatás, de aztán amikor ez a kis hülye gyerek lett, amit te is mondasz, az ilyen irritáló kis, nem tudom, mini kamasz, meg stb., hogy akkor azért volt ilyen sok ütközésünk. És utána aztán, amikor ez elmúlt, akkor megint egymásra találtunk. Hát nekem ugye a nagyobbik nővérem, ő szintén 7 évvel idősebb nálam, a fiatalabbik nővérem meg másfél évvel. Ja, akkor tehát nekem mi ott nagyon közel voltunk, mindig nagyon sok mindent együtt csináltunk, amikor 18 évesen mind a hármunk a szüleink kidobtak otthonról, hogy tehát nem lakhattunk utána már otthon. Okay, álljatok a saját. Igen, és akkor ott együtt is laktam a nővéremmel egy 3-4 évig. Aha. Tehát, hogy mi ott így nagyon közel voltunk egymáshoz mindig.
És hát volt szerintem azért ilyen babusgatás is, tehát hogy szerintem ő mindig így törődött velem, meg vigyázott rám, meg tudod, pont az a másfél év, amivel idősebb volt nálam, mondjuk így kamaszként elég sokat számít az a másfél év, akkor úgy azt gondolom, hogy ilyen nagyon jó viszony volt közöttünk, és abszolút megvolt ez a dinamikája, hogy úgy kicsit így odafigyelt rám. Ja. És a mennyire tudtatok egymásnak támaszkodni, amikor a nagyobbik nővéred elment? Vagy abban az időszakban, amikor ő már beteg volt? Hát szerintem abszolút ott voltunk egymásnak. Nyilván leginkább neki akartunk ott lenni, hogy ez az időszak, ez, hát nem is tudom, átvészel, vagy hogy ne legyen, lehető legkevésbé legyen szörnyű. Tehát nem, azt gondolom, hogy mindenben abszolút szupportívak voltunk egymás felé, meg ez így is kell ilyenkor. Nyilván sokszor így nem lehet mit mondani, vagy nem lehet mit csinálni ebben a kérdésben, azt hiszem. De hát igen. Meg azon gondolkoztam amúgy, meg hallgatva a zenéidet, hogy azért oda belement rendesen ez a gyászmunka, nem? Igen. Különböző stádiumai felfedezhetőek. Azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy ezt nem is tudnám. Tehát, hogy ez azért, hogy nekem ezen kívül olyan nagyon meghatározó trauma, azt hiszem, hogy az életemben nincs, vagy legalábbis ilyen törésszerű biztos nincs. Tehát, hogy nekem abszolút... Ez elég kemény. Igen, de hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen meghatározó dolog abban pont így ugye 19 évesen, amikor így az ember úgy kezd kialakulni így a felnőtt személyiséged, akkor azért egy ilyen élmény az biztos formája, hogy bizonyos dolgokhoz hogy állsz hozzá, és ez így elkerülhetetlenül a zenémbe is belekerült. Uh-huh. Mert hogy most az Ösztönlény albumon is az első számnak a végén, hogy remélem többet, nem idézem jól, hogy van az a sor, hogy remélem többet nem kell róla dalt írva? Valami ilyesmi, igen. Hogy ez nekem olyan erős volt, hogy bárki, aki hasonló veszteséget elszenvedett, sokan vagyunk sajnos, igen. Hogy igen, hogy az ember úgy szívesen letenni ezt, igen. Közben majd le lehet ezt vajon tenni valaha, az jutott eszembe. Tudod. Jó kérdés, hogy le lehet-e tenni. Szerintem... Le kell erőszakkal ezt így tenni magunkról, hogy engedjük már el? Szerintem az mindenképpen működik, vagy magamon legalábbis ezt tapasztalom, hogy ahogy azért telnek az évek, egyre kevésbé intenzíven része a mindennapjaimnak ez a veszteségérzés. Aha. Tehát, hogy azért olyan régen volt már, olyan tehát, hogy az ember úgy alkalmazkodik sok mindenhez, és azt hiszem, hogy nem véletlenül így működik. Persze, hogy túlélési ösztön. Így van, hogy egyszerűen megszokod a jelen pozíciódat, onnan fölfele vágyódsz, onnan félsz, hogy lefele kerülsz, és ennyi, és ez a gyászsal sincs másképp, meg egyéb traumákkal az életben. Aztán nyilván, amikor az ember úgy belegondol, meg belekerül egy ilyen gondolatmenetbe, akkor... Tehát azt nem tudom, hogy lesz-e kevésbé fájdalmas idővel, azt hiszem, hogy valószínűleg nem. Inkább az változik, hogy milyen sűrűn kell ezt a fájdalmat megélnie az embernek talán. Meg rutinosabb is lesz az ember, tehát most érted, most is beszélgetünk erről, mondjuk 5 évvel ezelőtt nem biztos, hogy tudtam volna erről ilyen könnyen beszélni, csak hogy ezek olyan dolgok, hogy minél többször elhangzanak, meg minél többször elhagyják a számot ezek a mondatok, annál inkább tudok erről mondjuk úgy beszélni, hogy nem kell közben olyan mélyen megélnem, stb. Ha, és dolgozódik. Igen, és hogy így egyre kevésbé, tehát hogy biztos, hogy olyan értelemben, hogy le tudjuk-e tenni, olyan értelemben igen, hogy egyre kevésbé lesz ez egy ilyen iszonyat nagy teher, amit cipelni kell magaddal egy ilyen átlag szerdán. Aha, tényleg szerda van. Te a szavakkal dolgozol nagyon erősen. És ezek szerint már gyerekkorod óta, tehát úgy tudom, hogy gyerekkorod, tehát hogy nem csak rap szövegeket írtál, meg mindenféle ilyen zenéhez írtál szöveget, hanem mást is írtál, nem? Tehát, hogy hosszabb szövegeket is írtál. Verseket is írtam, meg regényt is írtam, meg novellákat, tehát hogy ilyen 10, 11, 12, 13 évesen, így ebben a korban, és én akkor kezdtem el így nagyon Stephen Kinget olvasni, valahogy így ott így rákaptam. Aha.
És akkor, tudod, ez, mit tudom, annyi könyve van, tehát tudom, hogy én is 45-50-et elolvastam. Igen, nagyon ontja magából ezeket a szívedéveleket. És akkor én abszolút azt gondoltam, hogy én majd egyszer író leszek. Lehet, és még lehetsz író? Hát, lehetek még, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok év munkát bele kéne raknom abba, hogy tudjak úgy fogalmazni, meg úgy írni. Tehát, hogy ez az, ami... De azt gondolom, hogy tök jó ötleteim lennének, vagy abba bízom, hogy azon a téren nem lenne gond, hogy kitaláljak egy jó könyvkoncepciót, de azért az, hogy az ember megírja úgy a könyvet, hogy maga a nyelvezet szórakoztató, lebilincselő legyen, hát ez egy életen keresztül kell csinálni, hogy ez az embernek ugye szakmája legyen, meg ilyesmi, és azért nem ugyanaz, mint repszöveget, meg dalszöveget írni. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy menne. Jó, de tehát, hogy el kell kezdeni csinálni, mert anélkül nem tudod felhalmozni azt az életnyi gyakorlatot, persze, amitől aztán majd egyszer jó lesz. Igen, hát hogyha mondjuk azt akarnám, hogy öregkoromra, amikor már nem szeretnék rappelni, akkor író leszek, akkor ha most elkezdenék könyveket írni, írnék 30 könyvet, amit nem adok ki, akkor a 31. lehet jó lenne. És lehet még ez történni, majd kiderül. De te tudnál amúgy úgy, ilyen tudatos, koncepcióban gondolkozó ember, hogy tudnál-e úgy alkotni, hogy nincs az, hogy na ezt majd egyszer közönség elé tárom, mert ugye ez a koncepció, ez a kerete ennek, egyszer majd megjelenik, stb. Tehát, hogy mennyire motivál téged például az, hogy ez majd másokra is hat? Jó kérdés, mert egyébként, ha mondjuk a zenei munkásságomban belegondolok, ott valamilyen szinten ugye ez történt, hogy egészen pici koromtól kezdve folyamatosan zenét írtam, ami nem látott napvilágot, és akkor látott napvilágot, amikor ideje volt, hogy napvilágot lásson. És jó lenne ezt mondjuk így csinálni a következő nagy dologgal az életemben, de azért abszolút, tehát mindig, amikor érted, 8 évesen írtam azt az albumot, vagy 13 évesen a nem tudom, anyadik albumot, akkor, amikor benne voltam, mindig azt gondoltam, hogy puh, hát ez zseniális, ezt meghallja a világ, és mindenki azt fogja gondolni, hogy ez a következő nagy dolog. Aha. És aztán inkább az volt, hogy mire eljutottam a végére, mert azért lehet ilyen szempontból szerencsés, hogy mindig albumokon dolgoztam, hogy az azért egy éves projekt, vagy több, hogy mire eljutottam a végére, addig már fejlődtem annyit, hogy éreztem, hogy ez már, amit az elején írtam, az úgy már nem. Már nem. Most már mindjárt végzünk, de hogy a sikerre te hogy állsz? Tehát nekem van egy olyan benyomásom, főleg itt az új album, tehát tavalyi az album, de valahogy nekem, most fogjátok még csak bemutatni a napokban, mert hogy a Covid meg minden, de hogy az Ösztönlény album alapján ott van egy-két olyan sor, ami nekem egyébként az egyik kedvenc számom az albumról, a Sapiens, amiben van az a pár sor, hogy tulajdonképpen nincs is boldogság, és hogy az ember, hogy is van? Boldog emberek nincsenek, csak hormonok vannak és ingerek. Akkor kiásod végre a kincsedet, az a kis endorfin lesz a mindened, az előbb volt, most már nincs vele. Igen, az a kis endorfin lesz a mindened. Hogy igazából mennyire tesz téged boldoggá fenntarthatóan a sikered? Ez a kérdés jutott eszembe erről a pár sorról. Nem tudom, hogy bármi fenntarthatóan boldoggá tesz-e bárkit, tehát hogy ez ugye inkább, nem tudom, amennyiben ugye hiszünk az evolúcióban, és én azt tartom valószínűnek, hogy valószínűleg ez így működik. Ez a létező legjobb elmélet most. Igen, az eddigiek közül igen. Számomra ez a leghihetőbb. Ugye hát most van egy hormonháztartásunk, így van az az állapot, amikor éppen boldog vagy, van az az állapot, amikor éppen stresszes vagy, és így ez így többnyire, nem tudom, Váltakozik, de hogy nyilván van olyan, amikor az embernek nagyon nincs rendben az élete, és gyakorlatilag folyamatosan stresszben van, és az nem jó, meg az egészségügyi állapotára is kiad, stb. De még ha minden rendben is van, akkor is hát nem tudod a boldogság hormonjaidat megállás nélkül pörgetni, hanem úgy megszokod, ami van, és úgy inkább azon lehet változtatni, hogy hogyan éled meg az adott érzelmi állapotodat. Nyilván ez most ilyen nagyon felszínes kifejtése, ilyen alapvető gondolatoknak, tehát ebben nincs nagy mélység, de hogy... Ebben a műsorban jó lesz. De hogy nyilván nem ahhoz kötöm a saját boldogságomat, hogy most akkor hány egyet adunk el. Ezzel együtt nyilván bekerül a szövegeimbe, mert nyilván így büszke vagyok a sikereimre, meg jó érzés, meg úgy a rap műfajában úgy jól is lehet ezzel így vagánykodni, meg vicces sorokat beleírni, meg ezzel az egésszel játszani a sikerrel.
és így szívesen is csinálom, de hogy nem ehhez kötöm a boldogságomat nyilván. Mihez kötöm? Ha nem ehhez. Mikor vagy te boldog? Akkor mik azok a pillanatok, amikor úgy? Hát nyilván vannak ugye azok a jellegű boldog pillanatok, amikor valami eufórikus öröm van, nem tudom, gólt rúg a kedvenc csapatom, ugrálok a színpadon. Hát én nincs ilyen egyértelmű, hogy általában a német csapatoknak szurkolok. Hát mert német. Igen, így kiskoromban mindig a német, a Bundesligát néztük, és akkor ugye a német csapatoknak szurkolok, hogy így európai szinten minél jobban teljesítsenek. Szóval ilyen kinyilván ezek a kitörő örömök is vannak az életben. Úgy általában a mindennapokban pedig szeretnék stresszmentes és vagy relatív stresszmentes és vagy hát ilyen egészségtelen mértékű stresszmentes és egészséges lenni. Igazából az utóbbi időben ez a fő dolog, hogy az van egy ilyen kis lista a telefonomon, ami minden reggel egy ilyen emlékeztető, hogy ilyen felírok magamnak ilyen dolgokat, amiket már annyiszor elrontottam életem során. Aha. És akkor az minden reggel így elolvasom, és akkor jó, ez szerint próbáljuk most ezt a napot lehozni. Aztán a nap végére általában már elfejtem, de hogy... Tudod, ezeket ilyen... minden reggel megnézni. Igen, de hogy ilyen, tudod, olyan szintű dolgoktól kezdve, hogy emlékeztetem magam, hogy mondjuk, ha focizol, akkor vedd fel a bokorögzítőd és melegíts be. Mert hogy annyiszor kiment a bokám, és mindig az, hogy jó, most csak rugdosok párat, aztán elvesztem magam a játékban, és akkor már megint kimegy a bokám. És ilyen dolgoktól kezdve egészen ilyen sablonos, ilyen Instagram tanácsokig, hogy ne stresszelj fölöslegesen. Komolyan, ilyen is van a listán. Ilyen van benne. És mióta készül ez a lista? Ezt egy pár hónapja kezdtem, pont a legutóbbi bokaficamom után már úgy azt éreztem, hogy jó, ez nem lehet igaz, hogy már megint eljátszottam ezt 20-adjára életemben, hogy jó, most nem veszem fel a bokorögzítőt, meg nem melegítek, úgyis csak passzolgatok párat, aztán csak rendes foci lett belőle, és csak megsérültem megint. És akkor ezután úgy voltam, hogy ezt soha többé nem akarom eljátszani, és ezt idióta vagyok, mert mindig újra és újra meggyőzöm magam, hogy jó, hát csak most, és akkor felírtam magamnak. És akkor amellé így folyamatosan gyűltek az ilyen dolgok. Tehát nő a lista. Így van, pár napja is megint beírtam valamit, úgyhogy már olyan hosszú, hogy alig győzöm végigolvasni. De hogy remélhetőleg egy idő után párat kitörölhetek, mert hogy ilyen automatikussá válik, mint hogy arra se kell emlékeztetnem magam, hogy lélegezzek, hanem az megy. Figyelj, még a végén, mielőtt elköszönünk. Jól vagy? Mert hogy egy éve majdnem forgattunk. Emlékszel? Igen. Pont akkor lett a szíveddel valami. Igen. És kórházba is kerültél akkor. Így van, de jól vagyok teljesen. Ez egy szívizomgyulladás volt, ami... Tehát, hogy ott igen, tehát be kell mennem a kórházba, ezt komolyan kell venni, de hogy 100% meggyógyultam, szerencsére annyi, hogy tehát itt azért van egy ilyen pár hónapos felépülési időszak, amiben úgy le kellett mondanom a koncerteket, amiket végül úgy is le kellett volna mondani a Covid miatt, egy ilyen téren úgymond még jól is jött ki az időzítés, és így most már 100%-osan egészségesnek mondhatom magam. Nagyon örülök. Nagyon köszönöm. De én köszönöm. Ezt kimondani, ez mindig fura. És most az, hogy pontosan tudom, hogy bár most ketten vagyunk, de ezt a kijelentésemet nagyon sokan fogják nézni és hallani. Én szeretnék jó példával előállni. Én szeretném a saját példámat elmondani, megmutatni. Azért vagyok most itt többek között. Ez nehezebb volt, mint mondjuk az elmúlt pár évből bizonyos embereknek elmondani. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.